Közel 6000 előadás és csaknem 2 millió néző a Mandala Dalszínház elmúlt 30 évének mérlege. Az idei nyárra pedig jubileumi gálaműsorral is készülnek, mondta el Bótis Gábor, a társulat ügyvezető elnöke és színésze, aki szerint a társulat egykori alapítója Dobos László nem csak jól vezette évtizedeken át a társulatot, de az elsők között vállalkozott az országban egy utazó zenés színház létrehozására. A 90-es évek elején a rendszerváltás után egy zenés, műzikeleket játszó színház született itt meg, ami olyannyira újszerű volt, hogy például a Móri Zsigmond Színház, a kőszínházunknál hamarabb voltak mikroportjaink, és még az akkori technikusok csodájára jártak, hogy miket is vásároltunk mi, milyen eszközöket. És egyébként akkor még a kőszínházak nem igazán tűztek a műsorra műzikeleket, de még zenés darabokat se annyira. Tehát aki műzikelt akart nézni, annak, vagy rockoperát, annak általában el kellett menni Budapestig, vagy mondjuk nyáron Szegedre. Tehát szerintem ez volt a siker egyik titka. Ugyanakkor, ugyanebből kifolyólag, miután műzikeleket játszottunk, ugye a József és a Bűvös Kabát volt az első produkcióm, egy olyan olvasztó tégely volt a Mandala Dalszínház, ahova az akkori fiatal tehetségek mind körénk gyűltek. Ugyanis mondjuk kórusban énekelhettek, egy tánccsoportban táncolhattak, egy műkedvelő színjátszó csoportban játszhattak, de egy musicalben, ahol ezt a három tudást egyszerre kell megmutatni, ilyen lehetőségük nem volt. Bár jelenleg mindössze 30 fő alkotja a Mandala Dalszínház teljes társulatát, az elmúlt 30 évben több száz táncos és több ezer statiszta lépett színpadra különböző produkcióikban. Miután a 90-es évektől a kőszínházak is egyre több zenés darabot tűztek műsorra, a dalszínház művészei is változtattak a repertoáron. Első prózai vígjátékuk, a Páratlan páros 150 előadást élt meg. A társulat évközben utazó színházként járja az országot, idén pedig immár 30. alkalommal rendezik meg a Mandala nyár című programot, amelynek idén is a Sóstói Múzeum falu ad otthont. Augusztus 13-án lesz a Mandala nyár elmúlt 30 évére emlékező gála, és ebbe a gálába hívtunk meg vendégként olyan művészeket, akik több alkalommal jártak nálunk az elmúlt 30 évben vendégprodukciókban, vagy akár a Mandala Dalszínház valamelyik produkciójában vendégként. Koltai Róbert, Hüvösvölgyi Ildikó, Besenci Árpád, Heller Tamás, Mikó István és a pantomimes Méhes Csaba fogadta el többek között a meghívásunkat, és ennek a gálának a tematikája hasonló lesz a társulati 30-hoz, ugyanis kis beszélgetésekkel emlékezünk ezekre a emblematikus előadásokra, amiket közösen éltünk meg, és utána minden vendégművésztől kértünk egy produkciót. Az ünnepi gála mellett a gyerekek és a felnőttek egyaránt megtalálhatják a számukra kedves szórakoztató előadásokat a stand-up comedy műfajától a rock koncerteken át a nagy operettig. Egyebek mellett a Mandala Dalszínház vendége lesz a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Zente Ferenc Színház, a Gergely Teáter, a Rátonyi Róbert Színház, valamint a Játékszín produkciója, és még számos előadás. A 600 fő befogadására alkalmas szabadtéri helyszínen, a Sóstói Múzeum faluban, július 1-én a Hippolit a Lakály című zenés vígjáték nyitja meg a programsorozatot.